Az állatkert dolgozóit először meglepte, hogy a sárga afrikai oroszlán vemhes, hiszen 16 éves és szaporodást gátló implantátumokat kapott. Majd a gondozók a kisállat születése körül is izgulhattak, hiszen az anya nem úgy tervezte a kicsinyét világra hozni, mint a bábái. Valójában nem, nem gondoltuk, hogy ez így fog zajlani, úgyhogy ő mégis úgy döntött, hogy nem akar bemenni, és az udvaron hozta világra a picit. Izgultunk is elejével, mert hát sose lehet tudni ugye a fogságban, hogy milyen anya lesz, hogy hogy fog visszanyúlni a bébihez. Ha ne agyisd Isten nem akarja elfogadni, vagy nincs elég tej, akkor mi a teendő akkor hogy bírjuk leválasztani, akarjuk-e kézzel nevelni. Szóval nagyon sok kérdést húz magával mindig az ilyen esemény. De hát végül is az anya ezt legjobban tudja, hogy mit kell, hogy kell, úgyhogy jól mentek a dolgok. Mm -hmm. Mm -hmm. A picilassan lassan egyhetes, és amennyiben nőstény, akkor az állatkertben marad és könnyen beilleszkedhet a csoportba. Korábban 2008-ban született afrikai sárga oroszlánkölyök a Palicsi állatkertben egy hím, aki 7 évesen a Zágrábi állatkertbe került. Az oroszlánoknál tudni a vadonban az, hogy ők évente négyszer szoktak fialni, és mindegyik alomba átlagban négy piciük szokott lenni, és már 80 napos korukra is el tudják érni a nemi érettséget. Épp ezért fontos az, hogy az állatkertbe korlátozzuk az állatoknak a szaporulatát. Na most nem szeretünk nagyon invazív módszereket használni az ilyesmihez, úgyhogy ezért ezek a hormonális implantátumok a legjobb megoldás, kivéve amikor felmondja a szolgáltat, mindahogy egy pont a Jami mamánál történt. A hosszúra nyúlt vénasszonyok nyarak kedvez is a kirándulóknak, akik talán nagyobb szerencsével járnak, mint forgatócsoportunk, és néhány pillanatra sikerül meglátniuk a kis jövevényt.